Szerintem a galambok elég megosztó állatok. A legtöbben nem nagyon kedvelik őket. Többen úgy hívják csak, hogy a repülő patkányok a galambokat. Ön szerint lesznek egyszer többen a galambok, mint az emberek? Elképzelhető. Elképzelhető, mert sokkal több gyerekük van, mint nekünk. Szerintem nem. Vagy hát most hány galamb van, ezt lehet tudni? Nagyon remélem, hogy nem lesznek többen a galambok, mint az emberek. Én bármennyi galambot el tudok képzelni. Ön szerint hol fészkelnek a galambok? Eredetileg a fákon éltek, fészket raktak, de hát a városban nincs elég fa szerintem, azért költözünk be a padlásokon. Galambduc. Szerintem padlásokon, meg ilyen tetőterekben, nem beépített tetőterekben fészkelnek. Hát ha ránézel arra a házra, mondjuk az ablak fölötti párkány. Tehát ott vannak a fészkek, galambfészkek. Balkáni gerlepár fészkel a kertünkben minden évben, most már második éve, és egy kecskerágó nevű bokorban rakják a fészküket, és ott szoktam látni a kisgalambot. Fióka állapotában nem, hanem amikor már ilyen rigó méretű, és de még ilyen bolyhos, pelyhes a tolla, akkor láttam galambot. Mit gondol arról, hogy miért van az, hogy a galamb az mindig az utolsó pillanatban repül el az autóról? Biztos találkozott már ilyen helyzettel. Mi is gondolkodtam már ezen. Szerintem ügyesen ki tudják számolni, hogy mikor ér oda az autó. Nem félnek, nem látnak jól, vagy felelőtlenek. Szerintem a galamb tudja azt, hogy az autó nem veszélyes ránézve, nem akarja megfogni. Ha jönne egy sólyom, a galamb biztosan elrepül. Az autótól nem fél. Kihasználják a rendelkezésükre álló időt, és pontosan tudják, hogy meddig maradhatnak ott. Van dolguk ott, ahol lenni szeretnének, és igazából ők vannak jó helyen, nem a kocsi. Önnek milyen élményei vannak egy galambbal? Egyébként nem tudok rájuk haragudni, végül is ők voltak itt előbb, nem a városok, és nem mi. Szerintem hogy ide-oda járkálnak, és zavarják a járókelőket. A galambok egy hűséges állatfajta, tehát párban élnek, és nem hagyják el egymást, családi életet élnek.